Szerintem a jelölés olyan, mint egy pozitív visszajelzés. Kapsz egy bókot, kapsz egy udvarias gesztus, hogy na, amit csinálsz, az egész jó. Hogy utána, a végén, amikor a közönség meg is választ-e, az már csak a habatortán. Azt gondolom, hogy itt jó társaságba kerültünk, és ennek kell örülni. Régebb óta tévézem, és hát ott már begyűjtöttem minden díjat, amit lett. Nem. Nekem már van egy volt folió díjam. Én vagyok az egyetlen tévés nő a mezőnyben. Szerintem ez állati jó, mert abban reménykedem, hogy akkor ez számít, hogy a csajok oda x-elnek. Nem hiszem, hogy a nagy duettben nyújtott énektudásom volt az, amire azt mondták a jelölőbírák, hogy jó, de jó, ez jó ez a gyerek, ezt most ismét jelölnünk kell. Eleve baromira meglepődtem, úgyhogy nyilván az, hogy a szakmában vagy a zenész barátok és társaim rám szavaztak, meg egy csomó máson is, az nagyon meglepett. Marhára megtisztelőnek tartom, hogy a zenészek azt gondolták, hogy legyek benne ebben az öt jelöltben. Meg szerintem egyébként ez pofára megy. Ha négyből egyet valóra tudnék váltani, annak is örülnék, tehát nincs, hogy most ezt jobban vagy azt kevésbé. És senkivel nem beszéltem a jelölő bizottságból, hogy vajon szóba hozott engem, vagy a dob megbasszus live-ot. Nyilván titkon remélem azt, hogy azért sok zenészben nem hagytunk rossz nyomokat. Páran szóltak, hogy ők is nem szavaztak, úgyhogy tudok egy-két emberről. Vörös András a Superbadból, mert ő írta, hogy szívesen. Nem csak zenészbarátaim nincsenek, senki nincs, aki szeretne engem. Novák Péterről el tudom képzelni, hogy jelölt engem, vagy Péter Fiboriról, Lovasiról is el tudom képzelni. Kis Tibiről, Quimbyből, Tövisházi Ambrus szerintem. Hát ezek. Körbejártam a televízióban, vagy akárhány e-mailt küldtem, mindig ott volt a végén, és légy szíves, szavazz rám. Én bevallom, szavaztam egyszer magamra, tehát amikor megláttam a linket és rákattintottam, hát azért a nácizmus kísértése nagyon erős volt, és nem tudtam legyőzni. Úgy, mint a politikusok a választásokon, simán magamra húztam az X-et. Nem vagyok az a típus, aki szavaz magára. Most szavazzak magamra? Nem ciki? Ha most mit csináljak akkor? Hát akkor szavazok magamra, persze. Hú, nekem ez eszembe se jutott. Én nem tudom, valahogy én úgy vagyok összerakni, hogy neked nem szoktam, nem szavazok magamra. Többször is lehet egy gépről? Annak informatikus ismerőseim, meghekeljük a dolgot. Jó.